Zene, irodalom és képzőművészet. Sokféleképpen ünnepelték a bajaiak a Magyar Költészet Napját. Robotika az Oviban. Újfajta foglalkozás fejleszti a nagycsoportosok tudását. Vereség az európai kvalifikációs versenyen. Egyelőre kvóta nélkül van Püspöki. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió április 11-i csütörtök esti híradója már is kezdődik. A költészet ezúttal a képzőművészettel találkozott a Sugovica Sportiskolai Általános Iskolában. Április 11-én József Attila születésnapján ugyanis egy verses zenés műsorral hajtottak fejet az intézmény diákjai a magyar költők előtt. Ezzel köszönték meg azt is, hogy a Duna Fotóklub Egyesület a közelmúltban mintegy 20 képet adományozott az iskolának. A Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek és tanárainak muzsikája színesítette a Magyar Költészet Napja alkalmából szervezett ünnepséget a Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Vöröskeresztéri épületében április 11-én reggel. A mintegy fél órát felölelő rendezvényen többek között Vörös Sándor, Mentovics Éva, Andrássy Réka és Kányádi Sándor egy-egy költeményét is megismerhette a közönség azoknak a diákoknak az előadásában, akik az intézmény szavaló versenyén ezt megelőzően már bizonyítottak. Csóti Enikő például Juhász Magda versét választotta. Azért, mert egy kutyákról szólt, és nekem is van egy kis kutyám. Mi a véleményed a versekről, mesékről? Szoktatok otthon akár verset vagy mesét olvasni, hallgatni? Igen, szokott anya nekem mesét olvasni. Frank Lilla fúvola játékával emelte a műsor színvonalát. Bár hozzá nem állnak olyan közel a versek, mégis több költeményt is elolvas. Nem szeretek verset tanulni kifejezetten. Olvasgatni inkább jobban szeretem, mint tanulni, mert... Hát egyszer-kétszer olvasni úgy még úgy szeretem, meg hát jó szórakozás, de többször én már nem szeretem megtanulni őket. Mivel a költészethez a zene is hozzátartozik, a zeneiskolás növendékek számára is lehetőséget biztosítottak a bemutatkozásra, nyilatkozta híradónknak Keszeics Marianna, az iskola pedagógusa. A szervező elmondta, fontos az, hogy élményszerűvé tegyék a gyermekek számára az irodalmi és történelmi eseményekről szóló jeles napokat. Elsősorban az alsó tagozatosokról tudom mondani, hogy nagyon szeretik a verseket. Én főleg német verseket tanítok nekik, és ez nagyon jó arra, hogy a ritmusérzéküket fejleszték, és aztán a zenével összekötjük a verseket, rajzol összekötjük a verseket, és így a tantárgyközi kapcsolat is kialakul. Az előző években volt olyan rendezvényünk, ahol vershez illusztrációt készítettünk, és szintén egy ilyen képzőművészeti kiállítást rendeztünk a korábbi években, mint ahogy most is. Bár az ünnepséget főként a Magyar Költészet Napja alkalmából szervezték, ezzel szerették volna megköszönni a Duna Fotóklub Egyesületnek is azt a gesztust, hogy a közelmúltban több képet is adományoztak az intézménynek. A 65 éves kiállításunk alkalmából mi már jótékonykodtunk, hogy így mondjam, 11 árva gyerek javára, és Mariannal ott kapcsán találkoztunk, hogy az iskolának egy kis dekorációra lenne esetleg szüksége, és én eljöttem az iskolához, és körbenéztem egy picit, és úgy gondoltam, hogy jó helyre kerülne néhány fotónk, és így a 2022-es kiállításunk képeiből válogattuk ki ezt a 20-at. Kellnerné felsősára hozzátette. A képek kiválasztásánál figyelembe vették azt, hogy oktatási intézménybe kisgyermekek részére ajándékoznak képeket, így a tematikát tekintve is színes gyűjteményt tudhat már magáénak az iskola. A műsor a harmadikosok néptánc előadásával zárult.
Már az új összetételben tartotta meg ülését a Baja Hangja Kft. Felügyelőbizottsága. Kajtár József elnök, Marton Péter és az önkormányzat képviselőtestülete által megválasztott új tag, Székely Dániel. Az ellenőrző munkát az új szakértő, Bundik Ildikó független könyvvizsgáló végzi a továbbiakban. A Baja Hangja Kft. Tavalyi évi gazdálkodásáról készült kiegészítést is a könyvvizsgáló foglalta össze, amelyből kiderül, a médiacsoport nyereséggel zárta a tavalyi évet, és döntöttek a működési szabályzatuk módosításáról. Kovács Zoltán ügyvezető előterjesztésében megismerte, majd elfogadta a felügyelőbizottság a Baja Hangja Kft. Idei üzleti tervét. Ebben a fejlesztésekről is részletes beszámolót kaptak. Köztük a Bajai Rádió 32 éves adóberendezésének cseréjének menetéről is. Ez már május közepére megvalósulhat az Árpád-téri székhelyen. A második negyedévben pedig a tervek szerint döntés születik az adáslebonyolító program és a számítógépes eszközök egy részének cseréjéről is. Robotika foglalkozással bővült a Szent Balázs katolikus óvoda palettája. A városban elsőként az egyházi fenntartású intézményben vezették be az iskola előkészítő módszert. A nagy csoportosok ennek segítségével megtanulhatják a térirányokat, és az algoritmikus gondolkodást is fejlesztik a feladatok. Karkötő a bal kezemen, Balázs erő van most velem. Megtanulom egy-kettőre, jobbra, balra vagy előre. A jobb és a bal irányt gyakorolják a gyerekek a mondóka segítségével. Ebben Astrid az űrhajós és Andy a robot is segít nekik. A robotika játékos módszere az együttvaló feladatmegoldást és az algoritmikus gondolkodást is fejleszti. A különböző nehézségű szintű feladatok már az iskolai kompetenciát alapozzák meg. És képzeljétek, jött egy nagyon nagy szélvihar, és szétfújta. És mi segítünk nekik, segítünk összeszedni? Igen! Na, mi segítünk. Az akadálypályának kirakó darabjait kellett összegyűjteniük a gyerekeknek, akik egymást irányítják a mezőn. A darabokból végül két tavaszi kép állt össze. Az asztaloknál pedig további feladatok és legóépítés is várt a nagy csoportosokra. Egy történet alapján kellett kirakniuk a saját táblájukat. Mit szoktál építeni legóból? Emberkét, házat, és szoktam házakat. Most itt sok mindenre kellett figyelni. Milyen történet, milyen szereplői voltak ennek a történetnek, amit itt most kiraktatok legóból? Az ember, a kutya, meg a macska. A robotika foglalkozást a Szent Balázs katolikus óvodában az idei nevelési évben vezették be azoknak a nagycsoportosoknak, akik délután már nem alszanak. A tervek szerint a jövőben a kisebbek is bekapcsolódhatnak majd a játékos tanulásba. Nagyon örültek a robotikának, meg a kis robotoknak, úgyhogy nagyon szeretik és élvezik. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szerethető módszer, amit be tudunk építeni a mindennapjainkba, és talán nem félni kell ezektől a módszerektől, hanem arra kell megtanítani a gyerekeket, hogy hogyan lehet jól használni ezeket, és milyennek a módja, hogy ezt jól és helyesen alkalmazzák. Az egyházi fenntartású óvodában április 22-én és 23-án tartják a beiratkozást, amelyhez a gyermek és a szülő személyazonosító okmányaira van szükség. A csatolandó igazolványokról és igazolásokról az intézmény online felületein lehet részletesen tájékozódni. Első helyezést ért el Hegyi Hunor a 10. József Attila Versfesztiválon, amelyet április 6-án rendeztek meg Budapesten a Ferencvárosi Művelődési Központban. A 9-es gimnazista az országos megmérettetésen Pilinszky János versét szavalta el, maga mögé utasítva a középiskolás kategória versenyzőit. A döntőbe 5 korcsoportban, összesen 40-en, tehát kategóriánként 8-an jutottak be. Hegyi Hunor az első helyezéssel meghívást kapott a Radnóti Miklós vers és prózamondó versenyre, valamint részvételt nyert egy nyári szakmai műhelybe, amelyet a Magyar Versmondók Egyesülete szervez. Hegyi Hunor, aki a Bajai Fiatalok Színháza tagja, tavaly a Kisherceg címszerepében láthatta a közönség, hamarosan pedig az Abigail című musicalben áll majd színpadra.
Német költeményeket hallgatott a 18 főből álló bírálóbizottság a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában a vers és prózamondó versenyen. Szerdán közel 65 diák szavalta el a kiválasztott művét két kategóriában. A nyelvjárásos kategóriákban versenyző gyerekek a saját népviseletüket is megmutatták a zsűrinek. Német szavaló versenyre várták a Bács-Kiskun vármegyében élő diákokat a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában Baján április 10-én. A rendezvény több évtizedes hagyományra tekint vissza, és minden évben népszerűnek bizonyul. Fogalmazott Knolné Bakonyi Andrea, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzat Bajai Irodájának vezetője. 64 diák nevezett be a megyéből 15 iskola által. A 18 fős zsűrink 6 külön teremben értékeli őket. Itt 8 külön kategóriáról beszélünk. A nyelvjárási kategóriákat vontuk össze alsó és felső tagozatra, de ott viszont ugyanúgy a kategóriák külön értékelésben részesülnek. A fiatalok széles körben választották a hozzájuk illő műveket. Volt, aki a humoros versek mellett tette le a voksát, és akadt olyan is, aki komolyabb hangvételű költeményt szavalt a zsűrinek. Egy olyan verset mondtam, amikor egy kis gyereket egy légy nem hagy normálisan aludni, és mindig, amikor felkapcsolja a lámpát, akkor eltűnik, és este meg, amikor lekapcsolja, újra mindig piszkálja. A vers egy kisfiúról szól, aki egy lázálomban van, és az apukájával vágtat éppen haza az erdőben, és kísérteteket lát, ami nagyon megijeszti őt. És az apukája nyugtatja, hogy ne féljen, mert mindjárt otthon vannak. De a kisfiú végére már annyira megijedt, hogy meghal lázálomban. Hát belőlem ez inkább szomorú érzéseket váltott ki, mert hogy én nagyon nem szeretnék ebbe a helyzetbe lenni, és annyira szomorú, ahogy ilyen félelmetes dolgokat lát, és hogy ez megijesztik őt. Sokak számára nem volt idegen a terep, ugyanis korábban már részt vettek ezen a versenyen. A megkérdezett tanulók mindketten kiemelkedő eredményeket értek el az elmúlt években. A dialektusos kategóriában sokan népviseletet is öltöttek, így a kicsik és nagyok egyaránt bemutatták saját népi kultúrájukat. Unnak vert majd párt fel! Kászom, hogy tesz a stúlán! A verseny eredményének országos jelentőségű tétje is van, ugyanis a három legjobban teljesítő tanuló hazai szinten is képviselheti iskoláját. Az országos megmérettetést május 17-én rendezik meg Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A fogyasztói árak átlagosan 3,6%-kal haladták meg idén márciusban az egy évvel korábbiakat, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A statisztikából kiderül, hogy az élelmiszerek ára 0,7%-kal nőtt. Ezen belül a cukor 31%-kal került többe idén. A tojás ára azonban közel 20%-kal csökkent 2023. márciusához képest. A háztartási energia 3%-kal olcsóbb lett. A szolgáltatások közel 10%-kal kerülnek többe, mint tavaly. A jelentés kitért arra, hogy a gyógyszer ára 7%-kal növekedett. Februárhoz viszonyítva átlagosan 0,8%-kal emelkedtek az árak, a telefon és internet szolgáltatás közel 11%-kal drágult. A jármű üzemanyagok ára pedig több mint 2%-kal emelkedett, közölte a KSH. Április első hétvégén Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban rendezték meg a birkózók európai olimpiai kvalifikációs versenyét. A magyar férfi válogatott 4 kötött fogású és 4 szabad fogású birkózóval vágott neki a viadalnak, köztük azzal a bajai Püspöki Patrikkal, akinek ezúttal nem sikerült a bravúr. Vasárnap a szabadfogásúak versenynapján a magyar küldöttségből a 86 kilós Püspöki Patrikot szólították először szőnyegre. A Mogyi Bajai Birkózóklub kiválósága első mérkőzésén a 16 közé jutásért a spanyol színekben versenyző Frieve ellen lépett a küzdőtérre. Patrik a sorsolás után kihívásként tekintett a mérkőzésre, fogható ellenfélnek tartotta az orosz származású birkózót.
A meccsképe is azt mutatta, hogy egy fogható ellenfél volt, egy nagyon jó taktikával mentem föl, amit tüzetesen sikerült betartanom. Volt egy apró hibám, amit nem szabadott volna elkövetni, egy 3 másodpercen nagyjából kihagytam, és egy ilyen kaliberű versenyző ezt ugye nagyon jól le tudja reagálni, és ez miatt el is ment ugye a meccs, utána szépen lezárta a meccset, blokkolta is, és így elcsúszott a kezeim közül. Frijev így 3-0-ás győzelemmel ment tovább a 16 közé. Püspöki Patrik hozzátette, hogy ez volt a legfájóbb veresége eddigi pályafutása során. Szomorkodni azonban nincs idő, hiszen még van esély a párizsi szereplésre. Ugye pontosan 5 hét van a világkvalifikációig. Megpróbálunk ez az 5 hét alatt egy jó minőségű munkát belerakni, és megpróbálunk ott egy meglepetést okozni ugye a világ élmezőnyének. Pont ma néztem, hogy 34 előnevezett van a súlyomba, és ugye ebből 3 fő fogja magát kvalifikálni az olimpiára. Nagyon nem lesz egyszerű feladat, de mindegyikünk egy célért megy, remélem, hogy nekem fog összejönni. A bakui verseny után tehát már csak egyetlen lehetősége lesz a magyar birkózóknak az olimpiai kvóta szerzésre. A magyar válogatott, köztük Püspöki Patrik, május elején Isztambulban lép szőnyegre az 5 karikás repülőjegyekért. Március 28-án Debrecenben a Bocskai kertben rendezték meg az országúti kerékpár diákolimpia országos döntőjét. A Bajai Eötvös József általános iskolát a 3. osztályos Mándich Vince képviselte. Az U11-es mezőnynek 4 kilométeres távot kellett megtennie. A bajai fiú 9 perc 14 másodperces idővel végül másodikként ért célba, így felállhatott a dobogó 2. fokára. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Zene, irodalom és képzőművészet. Sokféleképpen ünnepelték a bajaiak a Magyar Költészet napját. Robotika az Oviban. Újfajta foglalkozás fejleszti a nagycsoportosok tudását. Vereség az európai kvalifikációs versenyen. Egyelőre kvóta nélkül van Püspöki. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással legközelebb holnap este is én várom Önöket. Addig is köszönöm figyelmüket. Szép estét kívánok. Viszontlátásra! Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadékra nem kell számítani. Az északias szelet élénk széllökések kísérik, délutánra mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között valószínű.